Tehát ez lesz a fürdőszoba és a kiszolgáló helységek, itt egy iroda, tehát ez egy iroda. Konta Bennőné Piroska, református dunamenti diakónia vezetője mutatja meg nekünk, hogy éppen hogy áll a hospice-hez építkezés Majosházán. Hát jelenleg a negyedik ütemben az árvaföldön és a tető elkészülését várhatjuk a hónap végére. A terveink között még szerepel, hogy az ősz folyamán az ötödik ütemet megkezdjük, az a tűzfal, a kémény, és esetleg a válaszfalaknak a megépítése belefér. Ez nyilván az adományok függvénye fogja eldönteni, hogy az ötödik ütemet az ősz folyamán milyen állapotra tudjuk felhozni. Eddig 30 millió forintba került az építkezés, és a ház befejezéséig még 50 millió kell. Ezért nagy szükség van nem csak az önkormányzatok, cégek adományaira, hanem a civil emberekére is. Dunaharasztin már több gyűjtési kezdeményezés volt a hospice ház épülésére. Most is a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete jótékonysági futást szervez szeptember 20-án a Sportszigeten. Szeptember 20-án 10 órakor lesz a Sportszigeten a gyülekező, 11 órakor pedig az indulás. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, aki csak sétálni akar, akár egy-egy kilométeres távot is a szigeten, akár babakocsival, akár párossával, akár váltóban lehet futni, vagy pedig a nagyobb kör futására, az M0-as Dunahídon át, vissza a Sziget-Szent Miklósi Dunapart és vissza a kempingbe. Ezt is ajánlom mindenki figyelmébe, hiszen a távok azok lefuthatók, lesétálhatók. Mivel jótékonysági futásról van szó, a dunaharaszti futók is csatlakoztak a rendezvényhez. Számunkra mindenképpen jó érzés. Csillaphatunkból páran már ennek a futásnak a keretében futottak Délegyházán, viszont az olyan időszakban volt, ami hétköznap és munkaidőben, ahova a csapatunk nagy része nem tudott eljutni. Bízom benne, hogy most szabad nap révén sokkal többen tudunk megjelenni, és hát tényleg tömegével tudjuk támogatni ezt a jótékonysági kezdeményezést. Mekkora távokon lehet itt futni, illetve ki indulhat? Lesz egy rövidebb táv, ami családoknak, kezdő futóknak, még nem futóknak, gyaloglóknak lesz kijelölve, az egy kilométer körüli táv lesz, és lesz egy hosszabb táv, ami egy 5 kilométert jelent, ami hát a gyakorlottabb futóknak lesz ajánlott. Igazából itt most nem a teljesítmény maga a lényeg, hanem a mozgás öröme, mármint az időteljesítményre gondolok, meg a maratoni távok, stb., hanem a mozgás öröme is maga az, hogy egy jótékonyság ügye mögé odaálljunk. Tavaly ősszel Délegyházán szerveztünk a Méltóság mezeje program keretében Délegyháza, Dunavarsány és Majosházi iskolásokkal ugyanilyen adománygyűjtő futóversenyt, és ez most számomra nagyon nagy öröm, hogy Dunaharaszti is ezt a kezdeményezést nagyon fontosnak tartja, hogy a Méltóság mezeje kapcsán egy adománygyűjtő futóversennyel lehetőségünk van arra, hogy több ember ismerje ennek az épülő hospice-háznak a fontosságát, az adományozás lehetőségét, és egyben a szolgáltatás igénybevételét is. Tehát ez a három mind nagyon fontos együtt. És hát nagyon nagy öröm, és nagyon készülünk, palacsintát fogunk sütni, amivel mi is egy picit megvendégeljük a résztvevőket. Mit tudna üzenni most a tévéképernyő előtt ülőknek? Hát azt, hogy kísérjék a Facebookon, a honlapunkon az építkezést, és drukkoljanak nekünk, hogy a szükséges 50 milliót néhány év alatt még újra adományokból összetudjuk gyűjteni, mert nagyon nagy szükség van a daganatos betegeknek intézményi elhelyezésére a HUSZ településen, hiszen nagyon sok egyedül élő beteg van, akinek nincs család, és nem tudjuk az otthonápolás keretében őt gondozni, és ma elhelyezni ilyen súlyos beteget szinte lehetetlen. Anyagi nehézségük is van, tehát ma azért ilyen elhelyezés mind fizetős lehetőséggel tudjuk csak megoldani. A szeptember 20-a jótékonysági futás után mi lesz a következő program, pont ahol kapcsolódhatnak az érdeklődők?
Tehát október 18-án szombaton 10 órakor egy hálaadó ünnepséggel szeretnénk tulajdonképpen az ez évi munkának a bemutatását is, és egy hálaadást adni, hogy ez az építkezés az adományok függvényében és az emberek önkéntesek segítésével ide jutott, és mindenki szeretettel várunk, majd önkormányzatok szórólapjain, és illetve a Facebookon meghívást küldünk minden önkormányzathoz, és mindenkit, minden adományozót megszólítunk, hogy jöjjön, nézze meg, hogy az adománya hova került. Márpedig az adományok jó helyre kerültek, erről mi is meggyőződhettünk. És akkor ugye 15 férőhelyes, tehát 7 kétágyas, egy pedig egyágyas, és hátul pedig a orvosi szoba, központi fürdő, tehát valószínűleg fog kell vennünk egy olyan speciális fürdető ágyat, amit betolok a szobába, a beteget áttesszük, és ott lezuhanyozom. Tehát én ezt külföldön is láttam, és a Kenyeres utcában is, tehát ez egy 1,5 milliós ágy. Jól hallották, egy darab speciális ágy 1,5 millió forintba kerül. És ez csak egy berendezés a sok közül, amire szüksége van egy ilyen intézménynek. Úgyhogy, ha jól belegondolunk, hamar elmegy majd az 50 millió forint, amire még szüksége van az alapítványnak. Segítheti a hospiszház épülését a méltóság mezeje futáson is, 2014. szeptember 20-án 10 órától. A Dunaharaszti Sportszigeten 1 kilométeres és 5 kilométeres távokon lehet indulni. A nevezési díj egyéniben 500 forint, váltóban indulóknak pedig 800 forint. A szervezők kérik, hogy frissítő italról mindenki gondoskodjon. 50 millió forint azért az még várat magára. Én remélem és hiszem, hogy 2017-ben át vagyunk.